Akkor, amikor mi elvállaltuk ennek a kiállításnak a megrendezését, akkor biztosak voltunk abban, hogy a műcsarnok helye maga, illetve maga egy ilyen nemzeti szalon, ez egy olyan lehetőség a kézművesek számára, ami egy nagyon ritka alkalom, ami talán utoljára a millennium idején volt. Sikerült egy megfelelő installációs környezetet teremteni, amiben megfelelő módon élnek a tárgyaink, megszólalnak, keresztül jön az üzenet. Úgy érzem, hogy a látogatói visszajelzésekből is az derül ki, hogy nagyon sokan veszik maguknak a fáradtságot, hogy órákat töltsenek itt el, esetleg másodjára, harmadjára visszajöjjenek, elolvassák a szövegeket, tanuljanak a kiállításból, megnézzék a filmeket. Tehát úgy tűnik, hogy van egy nagyon tudatos és igényes látogatói kör, ahol sikerül komoly eredményeket elérnünk. Magam is sok emberrel találkoztam, akik annyiféle szempontból értékelték, dicsérték ezt a tárlatot, és ez is célunk volt, hogy bemutassuk azt, hogy nem csak, hogy használható és szerethető, hanem milyen területeken használható és szerethető. Valóban az otthontól kezdve, ugye ami a intim terünk egyik része, a viseleteken át, ami az intim terünk még szűkebb része, egészen a szakrális térig és a településekig. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy bemutassuk azt, hogy ezek a hagyományok megtanulhatók, hiszen akkor, hogyha egy fiatal generáció nem sajátítja el, és nem alkalmazza a mai maga fiatalos életstílusába, akkor ez a művészet a polcokon marad, és annak már nincs értelme. És pontosan ez volt a nomád nemzedék fantasztikusan nagy üzenete. És nem véletlenül kezdtük ezzel az üzenettel az első teremben, hogy a népművészet élhető, szerethető, használható a 21. században, és ez a legfontosabb. De ezt csak akkor tudjuk élvezni, szeretni, használni, hogyha lesz egy újabb generáció, aki ezt megtanulja és tovább viszi. Ha sietek, lemaradok. Ha sietek, lemaradok. Csodafiú szarvas, hiába vagyok, hiába vagyok. Deresen, havasan, eljön a karácsony. Deresen, havasan, eljön a karácsony. Na most a farka az rövid, a lába az ketté áll, első lába az is. Szarva az hosszú és nagy, a szájából a nyelve egy kicsit kilóg, de nem olyan nagyon. És megnézzük, hogy megáll-e a lábám. Hát ez jó lett. Valóban ezek kortárs alkotások, tehát az utóbbi 5-10-15 évben született munkákról van szó. Mi ezt kértük is. Például itt vagyunk egy teremben, ahol a híres néprajzi tájaink tovább élő hagyományát próbáljuk bemutatni erdélyi és magyarországi példákon. Itt mögöttem például az erdélyi mezőségi szék
ről egy tiszta szoba látható. Itt egyetlen egy család rendezte be ezt a tiszta szobát, nem ők az egyedüliek, akik egy ilyen teret be tudnának rendezni. Itt a velem egykorú háziasszony szőtte és varta minden darabját ennek a kiállítási installációnak, és tulajdonképpen Szék talán az egyetlen olyan kárpát-medencei közösség, ahol helyben vannak olyan mesterek, akik a csizmától a kalapig, vagy a menyasszonyi rozmarin koszorúig minden egyes darabját a mai napig is létre tudják hozni ennek a mai is élő viseletnek. Tehát még ezeken a tájakon is azt kértük, hogy amikor kinyitják a ládafiát, akkor ne az legyen, hogy a nagymamáknak a szoknyáját veszik elő, hanem olyan darabokat kértünk, mint ami például a kalotaszegé nádasmenti mérai szobában látható, ahol az a konfirmálásra készült ruha, díszöltözet, amit 14 éves korában viselt egy leány, ez a leány most 23 éves, és most végzett a kolozsvári színművészeti főiskolán, tehát ennyire új, ennyire ma élő és használt és megbecsült darabokról van szó. Nyilvánvaló, hogy attól függően, hogy milyen tárgyakról beszélünk, más és más az alkalmazhatóság, a továbbélésnek a lehetősége. Mert az, amit egy lokális közösség a saját identitásának az ápolására, a saját kultúrájának a megőrzésére és felmutatására használ, ez egy más jellegű használat, mint amikor mondjuk egyházi közösségek megrendelőként lépnek föl, és a saját közösségi tereiket, templomi tereiket szeretnék díszíteni. Más lehet egy település, mint megrendelő, ahol köztéri alkotásokon, emlékműveken, sírjeleken, vagy akár játszótereken élhet tovább egy gondolat. Más a használhatóság akkor, amikor az építészeti teremre gondolunk, ahol ma nevelkedő tájépítész, építőz hallgatóknak a nyári kaláka tábor gyakorlataiba látunk bepillantást, ahol a népi építészeti technikákat tanulják újra, úgy, hogy minden évben együtt dolgoznak a helyi közösséggel, és társadalmi munkában alkotnak valamit a közösség számára, amit aztán utána használnak. Ez a cél, hogy megtaláljuk azokat a stílusokat, a továbbvitelnek azokat a módjait, amik megszólítják a mai 21. századbeli embert. Van, aki azt szereti, hogy fölvesz egy hagyományos viseletet, vagy van olyan élethelyzete, amikor ezt hordani tudja, de amikor az ember a 61-es villamoson közlekedik, ahhoz is tudunk ajánlani, és ahhoz is láthatunk itt, ezen a szalonon is, akár kiegészítőt, akár viseleti darabot, de akkor, amikor az otthon tárgyait mutatjuk be, ott is az volt a célunk, hogy olyan emberek is kedvet kapjanak a mai kézműves termékek lakásba való behelyezésével. Pontosan amiatt, hogy pozitív energiákat sugároznak ezek a tárgyak, akik nem feltétlenül így akarják berendezni a lakásukat, de egy-egy tárgy maga üzen, és egy-egy ilyen tárgy között nagyon jó dolog élni.